A koszorúzások után a kamara napján az érdekképviseleti szervezet 64. küldött gyűlését rendezték meg, ahol a gazdaság jelenlegi helyzetéről tartottak szakmai előadásokat, majd az ünnepi eseményen elismerték a megye kiemelkedő gazdasági társaságait, vállalkozóit. Kitüntetéseket adtak át a kamara napján. A gazdaság szolgálatáért 4 miskolci vállalkozót, 4 kiemelkedő gazdálkodó szervezetet és egy a tanulóképzés terén kiemelkedő gazdálkodó szervezetet ismertek el. Pataki Zsuzsi fodrászmester oktató 2015-ben kapcsolódott be a fodrásztanulók gyakorlati oktatásába, és 2016 óta a kamara aktív tagja. Részemről elsősorban a tanulóképzés, illetve minden azzal kapcsolatos versenyszervezés, versenyeken való részvétel, akár szervezőként, akár a diákok felkészítőjeként. Elsősorban ebben nyilvánul meg, de hogyha pályázatokról van szó, akkor nyilván én is igénybe veszem a segítségüket, és úgy gondolom, hogy remek a szakmai kapcsolatunk. Több mint negyed évszázaddal ezelőtt ezen a napon alakult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara. Fő feladata a gazdaság általános érdekeinek érvényesítése, a gazdaságfejlesztésben és a gazdaságszervezésben való szerepvállalás. Minden évben alakulásának napján küldött gyűlést rendeznek, a díjátadó mellett szakmai előadásokat is tartottak a gazdaság jelenlegi helyzetéről. Ugyan nehézségek nagyok, az energiaszámlák magasak, nem tudjuk még, mi vár ránk igazán, de hogyha ez a közösség ezt tenni akar, akkor tenni is fog tudni, és ez engem abszolút bizakodással tölt el. Úgyhogy ennek reményében, bár a 2023-as év egészen biztosan sokkal rosszabb lesz, mint a 2022-es, de túl fogjuk élni, és folytatjuk a eddig megkezdett munkát, remélem mindnyájan. A 64. küldött gyűlésen több mint 100 vállalkozás képviselői vettek részt, akik szorosan együttműködnek a kamarával.